Sziasztok, Stuber Gyöngyi vagyok, a 14. Holdfénylányai páros és csoportos hastánc versenyről, és itt van velem Dahan Mohamed. Szia, Moha! Szia. A Szultán Vízipipa Center tulajdonosa, szülőapja, illetve az Effendi Dábke Budapest oszlopos tagja. Szia, Moha, üdvözöllek! Mondd csak, hogy tetszett neked a verseny? Hát ez, amit mindig meg szokta Mehesti mutatni nekünk, hogy mindig van meglepetés. Na. De ez éven, hogy rengeteg meglepetés, hogy csodálkoztam, hogy a gyerekek, hogy ennyire, hogy szépen meg van öltözve, és nagyon-nagyon finom, nagyon szép smink, nem túl sok, nem túl kevés, és ezek nagyon-nagyon-nagyon jó, és nagyon fejlődés van, pont ezek a külföldiek és magyarok. Ez a helyzet, ez jelenti, hogy már komoly felvesznek a gyerekek, hogy kell tanítani. Nem túl sok, amit gyerekmozgás, de csodálatos, nagyon jó volt. Tehát úgy érzed, hogy a gyerekmezőny is nagyon nagy elszántsággal és odaadással készült. Igen, igen, és ezek később, ez jó lesz belőlük, tanárok lesz, és fejlődés. Ez tavaly nem volt ilyen, de mindig van meglepetés, ezt mondom, és ezek nagyon jó végül is. Miért? Hogy ezek a hashtags, ez lélek. Most ha nem frissítünk a lélek, hogy nem valamit energiát teszünk, akkor sajnos, hogy nem lesz jó ez a hashtagsnak. Beddig ez a hashtags, ez nincs záródik, ez nagyon széles, nagyon hosszú. Nincs ami ideig, hogy kész, már én profi vagyok, nem. Ezek a gyerekek többet tudnak mutatni nekünk, ezért sok érzék, sok lélek van, pont a külföldiek, az ukránok, az oroszok, és ennyi több más szomszéd ország jönnek, és ez nagyon jó. Ez jelenti, hogy a szervező és a fesztivál vagy verseny Magyarország, ezek jó mutat, jó zsűrizés, persze, hogy a Moha van, hogy becsületesen tartanak a zsűrizés. Aha. Na és mondd csak, van kedvenced a mai mezőnyből? Vagy a gyerekmezőny? Igen. Aha. Igen. Aha. Igen. Van. Igen. Igen. Aha. Igen. Aha. Igen. Aha. Jó, szuper. És mondd csak, üzennél-e valamit a táncosoknak a mai nap látottak alapján? Van-e esetleg valami üzeneted a számukra? Én ezt mondom uzenát, hogy nagyon gratulálok neki, és no comment, ezért megtették, amit kell. Szóval én nem teszem semmit, csak ennyi mondom neki, nagyon-nagyon gratulálok nekik mindenki, ezért, hogy amit tanultak, ide jöttek és mutattak nekünk, és ez nem viccból vettek, komoly vettek ez év. Megmondom, köszönöm mindenki, thank you very much, gyönkőjém, spasszibá. És mondd csak neked, mi a legfontosabb dolog egy hastáncos produkcióban? Mi az, amitől igazán jónak vagy értékesnek tartasz egy hastáncos előadást? Ez a hastánc, ez amikor színpadon van, akkor nagyon-nagyon komoly felvenni, nem szabad viccelni, nem szabad pohozkodni, ezért ez verseny. És sokat kell hallgatni a zene, meg kell érteni a dobszóló eszkolón, és mikor van szóló hegedős, szóló úd, és ez muszáj felvenni komoly, hogy a színpadon ezek a hashtags, a közösség nem értenek, miről van szó, ez a hashtags tolmás, fordít. Ő mutatja meg a zenét, mutat, igen, persze, és ezért, ha nem jó mutat, akkor én nem értem, miről van szó. Nem értem a zenét, pont. Ezért nagyon kell, ők kell érteni, fordítani, és meg kell tudni, és pont elhagyni, ami nem kell, és lélek, szív, energia, show kell mutatni nekünk. Értem, szuper. És milyen felajánlásokkal érkeztél ide a mai napra? Hoztál valamit a versenyzőknek? Én gondoltam, és éreztem, hogy jó lesz. Sok meglepetést hoztam, már nem kicsi vízipipa, nagyon nagy vízipipa hoztam nekik, és sokat. Szóval, hogy mindenki hazamegy, vízipipa. Na és aki szeretne tőled vízipipát, vagy bármilyen keleti kiegészítőt vásárolni, hol talál meg téged?
Engem találhatom mindenhol. Igen, Magyarországon Budapest Tököli út 26 Sultán Center Visbiba, és ezek a Facebookon is, igen, minden található, és mindenki, természetesen adunk kedvezmények, hogy azért én boldog vagyok, és ha adunk kedvezmény mindenkinek, várunk szeretetet. Szívből köszönjük, köszönöm az interjút. Köszönöm. Sziasztok. Bye-bye.